Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Metszet. Az interneten, például a közösségi oldalakon keresztül elkövetett erőszak áldozatra gyakorolt hatásait tekintve valójában nem különbözik attól, amit a valós életben megélhetünk. Ennek ellenére hajlamosak vagyunk arra, hogy ne vegyük komolyan ezt a jelenséget. S bár a virtuális térben zajlik az erőszaktevés, az áldozat nagyon is saját bőrén éli meg, sokszor egyedül maradva a problémával. Ennek pedig tragikus következményei lehetnek. Mai adásunkban az internetes erőszakról beszélünk, ami a nyomásgyakorlástól elkezdve lejárató kampányokon át a halálos fenyegetésekig bármilyen formát ölthet. Arról is szó lesz, hogy milyen eszközökkel lehet fellépni a virtuális támadó vagy támadók ellen, és mit lehet tenni a helyzet kezelése érdekében. Tartsanak velünk! Az internetes zaklatás jelensége nem új. Aktualitását az adja, hogy nemrégiben egy újságíró Parászka Boróka ellen indult lejárató kampány, amikor egy magánszemély petíciót indított, megbélyegzően beszélve a Marosvásárhelyi Rádió munkatársáról, mert nem ért egyet a témafelvetéseivel, politikai beállítottságával. Az aláírók tömegét gyűjtő petíció alatt hamar megjelent a megbélyegző kommentáradat is. Ez nem egy hét, nem egy hónap, nem egy év, hanem több év története, aminek most egy fejezetét látjuk, és nincs is vége. Az évekkel ezelőtt egy nagyon csúnya munkahelyi zaklatással kezdődött egy kollégám, aki úgy érezte, hogy a helyét fenyegetem, a munkáját fenyegetem, hogy riválisak vagyunk szakmailag. Először csak magánúton próbált megfélemlíteni, akár fizikai erőszakkal is megfenyegetni, akár verbálisan is inzultálni, és aztán elkezdődött egy ilyen klasszikus munkahelyi mobbing, ezt azt hiszem, hogy a szaknyelv így nevezi, ami engem felkészületlenül ért, mert először találkoztam, elméletileg ismertem, gyakorlatilag nem. És hát ebbe bele kellett tanulni, elfogadni, elismerni, konfliktusok sora kezdődött a munkaközösségen belül is, ezt mindenki nehezen éli meg, és mindenki valamilyen módon érintett lesz. A személyes konfliktus politikai nyomásgyakorlással társult, mivel az újságíró közéleti témákkal is foglalkozik, és kényes kérdéseket is tematizál. Ha van gyenge pontja az ember életének, például egy ilyen munkahelyi konfliktus, azt ki is felhasználják ellene. Ezt már professzionálisabban kezeltem, mert 15 éve élek ebben, falopási ügyektől kezdve, tehát falopási ügyekkel kezdtem a pályám elején foglalkozni, és a famafiával sikerült összegabajodni, tehát konfliktusba kerülni, tehát hogy tudtam, hogy milyen információkra kell, és hogyan kell vigyáznom ahhoz, hogy védve legyek. Erre voltak technikáim, de ezzel együtt az ilyen típusú nyomásgyakorlás nem elkerülhető, ez csak valamilyen módon kezelhető, ha személyes dimenziókkal találkozik, mint ahogy egy ilyen kisvárosban, vagy egy ilyen szűk térben, mint Erdély és Marosvásárhely előbb-utóbb találkozik, akkor ennek nagyon súlyos következményei lesznek mindenkinek, mindenkire is. Hát ez zajlik most. Parászka Boróka szerint a petíció illeszkedik ebbe a folyamatba, ami ráadásul nem is érte váratlanul. Elmondása szerint másfél hónapja több fenyegető üzenetet is kapott. Ez akkor történt, amikor a terrorizmussal vádolt Beke István ügyéről megjelent egy riportja az egyik magyarországi sajtótermékben. Ebben a Magyar Gárda és a 64 Vármegye ifjúsági mozgalom közötti kapcsolatokkal foglalkozott. Több ilyen kisebb kampány is elkezdődött, körülbelül hetente egy-két cikk jelent meg, vagy bejegyzés blogokon, sajtós felületeken, ahol különböző módon az én hitelemet próbálták rontani, különböző közösségeket uszítottak ellenem, vallási közösségeket, regionális közösségeket. Aztán a petíció előtt néhány nappal Nagy Kemény Géza közé tett a saját Facebook oldalán egy posztot, amit azóta én nem látok, eltávolított vagy elrejtett, amit majdnem 400-an osztottak meg, és ez arról szólt többek között, hogy én olyan erőszakhullámot szeretnék Magyarországon, mint amilyen a kölni volt Németországban. Most ez egy olyan félelmetes állítás, amitől mindenki megretten. Nyilván senki nem fogja megkérdezni, aki járatlan az internetes térben, hogy ez igaz-e, hogy én ilyent állítottam, hogy mi alapján kelti ilyen rossz híremet valaki, hanem mindenki, mint közös ellenséget,
Hát elkezdett ellenem agitálni. A Nagykemény Géza bejegyzés közzététele után 3 nappal jelent meg a Ferenc Zsombor által indított petíció. Parászka Boróka szerint, ha tartalmában vagy személyi szinten nincs is összefüggés a két publikáció között, ő maga egy láncolatban bekövetkezett megnyilvánulásként élte meg a zaklatást. Úgy érzem, hogy ez egy fokozatos nyomásgyakorlást is, egy egyre erősödő nyomásgyakorlást is jelentett, amire föl kell készülni szakmailag, tehát nem léphet vissza az ember témáktól, nem adhatja ki a forrásait, nem mondhat le publikációkról, mert akkor megadja magát a cenzúrának, ennek a formájának, és ugyanakkor védenie kell a családját is, mert ez a típusú erőszak, internetes erőszak hullám, amit a szaknyelv internetes lincselésnek nevez, ez eléri a 4 gyerekemet, a szüleimet, testvéremet, bárkit, akivel személyes kapcsolatban vagyok. Azt tapasztalta, hogy az utóbbi 7 évben kisebb-nagyobb időközökkel körülbelül 1/2 évente elindul ellene egy-egy ilyen kampány. Eleinte jogi segítséget is kért, egy alkalommal egy nagyon ismert politikus ügyvéd utasította vissza azzal, hogy bár erkölcsileg támogatja, de nem segíthet rajta, mert kampányolnia kell, és ez az ügy kedvezőtlenül hatna a kampányára. Azt láttam, hogy ezt nagyon sokáig nem veszik komolyan a környezet, sem a szakma, sem az emberek, és hogy nem is mérik fel azt, hogy egyrészt, hogy milyen nyomásnak van kitéve az, aki ilyen internetes támadás áldozata, sem azt, hogy mi minden lehet emögött, és mi következhet. Most volt egy fordulópont, mert ezután a petíció után olyan szakmai szolidaritás nyilvánult meg, amire én nem is voltam felkészülve. Tehát a szakma részéről úgy látom, hogy megértették, feldolgozták és felmérték, hogy ez nem az én személyemről van szól ez a történet, hanem ez egy jelenség, ami meghonosodott az erdélyi magyar közéletben. Most én vagyok az áldozata, de járulékos áldozatai már voltak az elmúlt 1/2 évben, 1 évben, sőt az én esetemmel párhuzamosan a Sepsiszentgyörgyi Színház körül robbant ki egy hasonlóan cenzúrát követelő és hasonlóan éles vita, tehát hogy ezt felmérték az emberek. Szerinte az még nem tiszta, hogy mi a segítség módja, és még nem is volt idő arra, hogy ezeket a válaszokat megtalálja a közösség vagy a szakma. Parászka Boróka egy Facebookon indult csoporttal próbál tenni azért, hogy minél több ember számára váljon nyilvánvalóvá az, hogy milyen következményei vannak az internetes erőszaknak. A csoport a Mondj nemet az internetes erőszakra címet viseli. Ezt megelőzte egy nagyobb cikkem az Erdélyi Riportban, amiben összefoglaltam azt, hogy az elmúlt 4 évben, mióta a szíriai háború zajlik, illetve az arab tavasz eseményeit láttuk, világszerte elfogadott jelenség és bejáratott harcmodor lett az online erőszak. Ezt nem itt találták ki a petíciózáshoz hasonló nyomásgyakorlást, hanem ez benne van most a trendekben, szedi az áldozatait, halálos áldozatait is akár, mert nagyon sok szintjén az emberi életnek ki lehet valakit digitálisan támadni. Tehát volt egy ilyen összefoglalom, amire nagyon érzékenyen reagáltak a jogvédő szervezetek, sokan megkerestek, és már akkor elkezdődött egy civil mozgalom, hogy egyrészt tudatosítsuk, hogy miből áll ez a típusú bűncselekmény, hogy ez bűncselekmény, tehát hitelt rontani, személyiségi adatokkal visszaélni, félelmet kelteni, rossz hírt kelteni, megalapozottan információkat nagy nyilvánosság előtt, aminek az internet számít, szórni, az bizony bűncselekmény. A Facebook csoportot önkéntes kollégák segítségével naponta frissíti, így a különböző internetes erőszakról szóló esetekről részletesen be tudnak számolni. A másik cél az interneten történt bántalmazások rögzítése és nyilvánosságra hozatala, mert így meg lehet fosztani a bántalmazókat egy eszközüktől, és pedig attól, hogy ezt a fajta erőszaktevést a nyilvánosság szeme elől rejtve az anonimitás védelmébe burkolózza vigyék véghez. Ha SMS-ben, e-mailben, Facebook közeledben fenyeget, akkor abban bízik, hogy ez nem kerül nyilvánosságra. Nyilvánosságra lehet hozni, és ki lehet deríteni, hogy ki az anonim fenyegető. És azt gondolom, hogy ez egyik hatékony módja annak, hogy szembesítsük a társadalmat azzal, hogy kik a bűnelkövetők, és hogy itt jogi védelemre van szükség.
A jelenség az erdélyi térben is megvetette a lábát. Közvetlen közelünkből is rengeteg információt, adatot és bizonyítékot kap folyamatosan a virtuális közegben elkövetett erőszakról. Ezért egy teljes körű adatbázist is ki szeretne építeni, hogy világossá váljon, hogyan is működnek ezek a bántalmazó közösségek. Azt is kell látni, hogy itt kialakult az internetes nyomásgyakorlásnak több hálózata is. Egyrészt politikai szinten, részint közösségi szinten, részint tudatosan, részint nem tudatosan részt vesznek az emberek ebben. Leggyakrabban azért, mert azt gondolják őszintén és mélyen, hogy jót cselekednek, és egy jó ügyben állnak ki valakivel szemben, vagy valaki ellen. És hát ennek megvannak a nyomai. Remélem, hogy el lehet majd érni, hogy például az internetes biztonságra való nevelés az iskolai tantár legyen. Ez azért is fontos, hogy a gyerekeket és a kamaszokat meg lehessen védeni ettől a fajta erőszaktól, mert úgy néz ki, hogy ez a korosztály, a következő nemzedék teljesen védtelen és áldozatául eshet ennek a fajta agressziónak. Parászka Boróka szerint nem hunyhatunk szemet afölött, hogy ez a fajta száraz háború már itt zajlik körülöttünk. Én azt gondolom, hogy itt egy tudatosításra nagyon szükség van, egy társadalmi párbeszédre azt nem lehet megspórolni, azt nem lehet megkerülni, és hogy itt hiába lenne bármilyen ellennyomás gyakorlás. Tehát, hogy persze bizonyos helyzetekben kell jogi, rendőrségi, ügyészségi segítséget kérni akár, ez függ a bántalmazás mértékétől és formájától, de azért érdemi segítséget azt fog nyújtani, hogyha itt mindenki megérti, hogy az internetes bántalmazás az egy olyan ördögi kör, ahol nem lehet kiszámolni, hogy ki a következő áldozat. Aki ma tettes, és aki ma úgy gondolja, hogy visszaélhet adatokkal, sértegethet, zaklathat interneten, az holnap ugyanilyen cselekménysornak lehet az áldozata. És ha nincs meg ennek az összefogásnak, hogy csökkenjen az erőszak mértéke interneten, és nem csak a közösségen belül, hogy csökkenjen a feszültség, ha nem tanuljuk meg a konfliktusainkat kezelni, akkor itt nem lesz érdemi előrelépés. Parászka Boróka nem is abban bízik, hogy látványos akciókra vagy felelősségre vonásra kerül sor, hiszen ezek a fellépések csak rövidtávúak és alacsony hatékonyságúak lehetnek. Inkább abban bízik, hogy megérti a közösség a probléma súlyát, ilyen szempontból is beérik, és így bekövetkezhet egy kulturális szintű minőségi váltás, amelynek következtében a társadalmi párbeszéd szintjére emelhetőek ezek a problémák, anélkül, hogy közben valakinek az élete, gyerekeinek, családjának élete tönkre menne. Én azt gondolom, hogy a saját munkámat maximális szakmai és erkölcsi felelősséggel végzem. Nyilván senki sem állíthatja azt, hogy tökéletes az, amit ő csinál, és annak, hogy ezt értékeljék és minősítsék, megvannak a maga fórumai, szakmai fórumai is. A közszolgálati médiának vagyok a munkatársa, ahol a szabályzat nagyon szigorú és nagyon ellenőrzött. Ott végzik az ellenőrző testületek és az illetékesek a munkájukat, ha bárkinek bármilyen problémája van, jelzi. Úgyhogy ilyen értelemben ennek a petíciónak a sorsa különösebben engem nem érint, mert azt gondolom, hogy erről nem nekem kell dönteni, ez nem az én kompetenciám. Az internetes aláírók száma valamivel 1700 felett van, azonban nem tudni, ki áll ezek mögött a virtuális aláírások és véleménynyilvánítások mögött. Az újságíró elmondta, tudomásul veszi ezeket a megnyilvánulásokat, de ezek a vélemények nem tántorítják el attól, hogy munkáját ezentúl is saját szakmai és morális értékei szerint végezze. Munkájának minőségéről pedig döntsön az, aki ebben illetékes. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete a petíció indulására rögtön reagált. A kibocsátott közleményben a szakmai szervezet általánosan elítélte azt a fajta nyomásgyakorlást, amely jelen esetben Parászka Boróka elhallgattatását célozta meg. A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének az etikai kódexében szerepel az, hogy védi a véleményszabadságot, a szólásszabadságot, de nem innen indulunk, hanem onnan, hogy az alkotmány is védi ezt a szólásszabadságot és a tájékozódáshoz, tájékoztatáshoz való jogot. Vagyis a mi értelmezésünkben nyilvánvalóan a sajtószabadságát is védi, a megszólalás szabadságát.
A gond nem azzal van, hogy van-e szabályozási keret, hanem nagyon sokszor azzal van, hogy figyelünk-e rá, hogy ismerjük-e, hogy ez esetben elolvastuk-e a munkaetikai kódexét. Nagyon sokan meggyőződésem szerint nem ismerik, vagy nem tekintik magukra érvényesnek ezeket az önszabályozó cikkelyeket. Ezért néha fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy igenis kiállunk a véleményszabadság mellett, a szólásszabadság mellett, és elutasítunk testületileg, egyesületként minden olyan törekvést, amely a szólásszabadságot korlátozni kívánja. Káros az a jelenség, amit ez a petíció is jól példáz. Nevezetesen az, hogy valaki úgy gondolja, joga van a virtuális térben elindítani egy olyan kezdeményezést, amely valakinek a megszólalását korlátozza. Rácz Éva ugyanakkor kettős mércének nevezte, hogy a petíció kezdeményezője a saját szólásszabadságának korlátozásaként értelmezte a Mure állásfoglalását. Többször láttam, hogy vita keletkezett abból, hogy a petícióhoz a hozzászólásokat a szerző törölte. És azt vitatták egyesek szintén a virtuálban, hogy ezek a hozzászólások miért nem jelenhetnek meg. Én magam föltettem egy hozzászólást, amely azt a kérdést tartalmazta tulajdonképpen, hogy és most mi fog történni a petíció után, megváltozik a törvény? Ezt a hozzászólást is törölték. Többször próbálkoztam, print screennel ezt dokumentáltam, és mindannyiszor eltűnt ez a hozzászólás. Nyilván alkalmazkodva az ottani álnevek, nicknémek alá történő, mondjuk így rejtőzködéshez, én is álnéven megengedtem magamnak, hogy ezúttal álnéven lépjek föl, mert itt nem az a lényeg, hogy én ki vagyok, hanem az a lényeg, hogy erre a kérdésre kaphatok-e választ. És erre a kérdésre én nem kaphattam választ, ezt a kérdést a petíció gazdája többszörösen törölte. A petíció azon részére, amelyben annak indítója azt fogalmazta meg, hogy Parászka Boróka alkalmazói ne járuljanak hozzá a megfogalmazása szerint bomlasztó, közösségromboló és általános ellenszenvet kiváltó cikkeinek, műsorainak, üzeneteinek a népszerűsítéséhez, Rácz Éva úgy reagált, a sajtószabadságnak része a véleménynyilvánítás, és a sajtó működése szabadságának része az is, hogy kit hová alkalmaznak, és kit, mikor és miért bocsátanak el. Szerintem ebbe senkinek nincs beleszólása, csak az alkalmazónak, és csak olyan alapon lenne szabad ezt megtenni, hogy ki milyen módon teljesíti és mennyire felel meg a munkahelyi követelményeknek. Az internetes erőszak egy csoporton belül hosszantartó, rendszeres és fokozódó agresszív cselekedetek sorozataként határozható meg, amelynek a csoport egy célkeresztbe vett tagja esik áldozatul. Ezt mobbingnak hívják, és a társadalomtudományok terén a szociológia foglalkozik a jelenséggel. Ennek következményeiről és hatásairól, illetve kezelési lehetőségeiről Szigeti Tünde szociológus beszélt a Metszetnek. Agresszív cselekedetek sorozata, van egy megcélzott személy, vagy kisebb csoport, és azt támadja egy, de rendszerint inkább egy csoport. Ezek az agresszív cselekedetek rendszeresek, és hosszabb időn keresztül tartanak. Ez az egyik ismertető jele a mobbingnak, tehát egyszeri agressziót nem nevezünk mobbingnak. Különbözik a konfliktustól is, mert a konfliktus megoldódik, lezárul, a mobbing viszont folyamatosan zajlik, egy kiszemelt személy, állandó negatív kommunikáció és agresszió célpontja. Azzal szemben, hogy például a munkahelyi mobbing során a kiszemelt munkatársat megpróbálják elszigetelni, az online történő mobbing eszköze a kommentekben zajló zaklatás. Ezek a verbális agressziók mögé szerveződnek csoportok általában. Nagyon érdekes, hogy egy ilyen online térben szerveződő csoport sokkal képlékenyebb, mint a korábban ismert iskolában, munkahelyen. Tehát azokban a csoport kerete sokkal körülhatároltabb, szilárdabb térben is az a hely, ahol zajlik, jól meghatározott, onnan el lehet menni. Az online térben az áldozatot általában egy személy kezdi támadni, aztán egy kisebb csoport. Majd ez a csoport bővülhet, alakulhat, de sokkal képlékenyebb, mint a hagyományos csoportokban.
Ugyanakkor állandóan jelen van, bármikor előhívható az interneten, így bármikor megélhető és újraélhető a zaklatás. Az is egy jelentős különbség, hogy ebben az esetben a kiszemelt célszemély kisebb közössége, családja is fokozottabban sérül, mert közvetlenül találkozik azokkal a tartalmakkal. Nem csak az áldozat elmeséléséből például, aki esetleg a maga módján védeni a szeretteit, hanem teljesen nyilvános mindenki számára. És ebben az esetben ugyanolyan sérüléseket szenvedhet, vagy majdnem ugyanolyanokat a kisebb közösség is, mint maga a kiszemelt áldozat. Mind a hagyományos közösségekben, mind az online térben létezik az a jelenség, hogy az egyén felelőssége a csoportnyomása miatt háttérbe szorul, mert megoszlik. Ez az online térben még inkább fokozódik. A tette következményeit kevésbé érzi át az a személy, aki elküldi az agresszív üzenetet, hiszen ez a zaklatás nem szemtől szembe történik. Az áldozat helyzete attól is függ, hogy milyen kultúrában él, attól, hogy mennyire ismerik az emberek ezt a jelenséget, vagy mit tudnak róla. Minél inkább ismertebb, és minél inkább ez egy nem kívánatos viselkedésforma a társadalomban, annál inkább visszafogják nyilván az emberek magukat. És nagyon fontos ilyenkor az is, hogy akik tanúi ennek a jelenségnek, ne maradjanak csendbe. Fontos az is, hogy az áldozat tudatosítsa magában azt, hogy nem hibás azért, ami vele történik, és hogy senki nem szolgál rá az agresszióra. Bár a törvényeknek is tiltaniuk és büntetniük kell ezt a fajta agressziót, megfékezésére igazából a kultúra változása hozhatja meg az igazi eredményt. Mindenképp traumatikus élmény, tehát, mint mondtam, segít az, ha tud arról, hogy van ez a jelenség, hogy nem hibás. Szaksegítségre szükség lehet, és nagyon fontos az, hogy aki ennek tanúja lesz, és nem úgy gondolja, az merjen szót emelni, kiállni az áldozat mellett. Kedves nézőink, ez volt a mai metszet. Egy hét múlva, március 15-én ünnepi műsorral várjuk Önöket, este 8 órától a Forradalom utca 48 című erdélyi magyar középiskolások történelmi vetélkedőire kerül sor. Legközelebb március 22-én várja Önöket a metszet. Addig is kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!